én kutatásom, illetve ez egy emmi kutatásnak a része, gyakorlatilag arról szól, hogy mit gondolnak erről a fiatalok, ők hogy látják ezt a kérdést, milyen terveik vannak. Talán egy kicsit választ kapunk ezokra a kérdésekre is, amik az előző előadásokban ugye itt elhangzottak. Nézzük gyakorlatilag, hogy épült ez fel. Ugye volt egy országos kutatás, Egyetemi Hallgatók Jövőtervei címmel, eznek az adatait hoztam el, illetve kiegészítettem a mi egyetemünkön folytatott fókuszcsoportos beszélgetésekkel, ahol gyakorlatilag egyetemista 18-22 éves fiatalokat vontunk be ebbe a vizsgálatba, és néztük meg az ő véleményüket. Mik a gyermekvállalási szándékok, illetve megnézzük majd ezt nemek szerint is. Ugye láthatjuk, nem tudom, mennyire látszódik hátul, rögtön van egy elég riasztó táblázat, aki látja ezt az adatot, ugyanis a legfelső és a legalsó kérdés, hogy még nem tudom, szeretnék egy gyermeket, erre 11,8% mondta, hogy nem tudja, hogy egyáltalán mikor szeretne, de ennél rosszabb adat az, hogy 4,8% azt nyilatkozta, hogy ő nem is gondolkodik gyermekvállalásban, és ha elkezdünk egy kicsit ebben a kérdéskörön elgondolkodni, hogy majdnem 15%-ban gondolkodnak úgy a fiatalok, hogy vajon biztos vagy, illetve nem, akkor ez egy komoly probléma, főleg ha hozzáveszünk, hogy ezek az adatok, amik ki vannak vetítve, nem a megszületett gyermekekről szólnak, hanem arról, hogy ők mit szeretnének, tehát ennek a táblázatnak a reprodukciós rátája az 2,5 lenne, amit láthattunk az előző előadásokból, hogy sajnos meg sem közelítjük. Jó hír viszont, hogy a két gyerekben gondolkodók majdnem 45%-osak, ők 43,8%-ot tesznek ki, illetve szeretnének legalább egy gyermeket 23%-ban is, de ezen belül megnéztük azt, hogy vajon a nemek szerint hogy oszlik meg ez a kérdés, ugye nagyon fontos, és érdekesség volt, a kékkel jelöltek a férfiak, a narancssal a nők, hogy gyakorlatilag a nőknél jelenik meg, hogy legalább két gyermeket szeretnének, illetve ők hajlamosak a három gyermekre is, de szomorú hír az ilyen szempontból, hogy az egyáltalán nem szeretnék gyermeketnél is. Elsősorban a női hallgatók nyilatkozták azt, hogy ők úgy érzik, hogy ez akadályozná őket a kiteljesedésükben és karrierükben. A férfiaknál az első sorra hívnám fel a figyelmet, ahol gyakorlatilag 13% versus 9% a férfiak javára, akik azt mondják, hogy egy gyermekben gondolkodnak, ők hajlamosabbak erre az úgynevezett egykézésre. Kíváncsiak voltunk, hogy vajon mi lehet a hallgatók gondolata szerint az ideális életkor, illetve gondolkodnak-e mondjuk gyermekvállalásban, akár az egyetem alatti időszakban. Az ideális életkort a fiatalok 25 és 30 éves kor közöttre jelölték be nagy részben, tehát majdnem 60%-a mondta ezt a nőknek, illetve a férfiaknak ugye 48%-a mondta, hogy 25 és 30 év között gondolkodik, ehhez hasonló számokat már hallottunk az előző előadásokban. Érdekes volt, hogy egy nagyon pici 1,8%-os arányban a hölgy hallgatók azt mondták, hogy akár egyetem alatt is el tudnák képzelni a gyermekvállalást, de ez annyira kicsi, hogy kíváncsiak voltunk rá, hogy mi az az akadály, mi az, amit ők úgy vélnek, hogy óriási hiba lenne, hogy ők fogalmaztak, már egy egyetem alatti gyermekvállalásban gondolkodni. A következő eredményeket kaptuk, ez egy érdekes dolog, ez kicsit az egyetemek számára is, illetve felsőoktatási intézmények számára is talán tanulságos lehet. Ugye azt kérték a hallgatók, főleg a nőknél, ugye, akiknek az első pár hónapban nagyon fontos, hogy együtt tudjanak maradni a gyermekükkel, hogy rugalmasabb legyen a tanulmányi és vizsgarend, illetve megjelenik az oktatók és adminisztrátoroknak a rugalmassága, tehát hogy gyakorlatilag az anyai szerepet jobban fogadják el, mind egyetemi szinten, mind pedig az oktatók egyéni szinteken is. Illetve felmerültek még egyetemi bölcsödék, babafelügyelet, plusz szociális ösztöndíjaknak a lehetősége is, amivel ők gyakorlatilag úgy éreznék, hogy nagyobb lehetőség, vagy mondhatnám, nagyobb motiváció lenne egy egyetem alatti gyermekvállalás. És ugye megkérdeztük, hogy hát igazából mi kellene ahhoz, hogy tényleg az a gyermek megszülessen, ugye ami itt az egésznek a lényege. Hát ugye felmerült, hogy elsősorban megfelelő partnert jelöltek be, ez mindkét nemnél nagyon megjelent. A férfiaknál egy picit, gyakorlatilag 1%-kal, látszik talán a kék csík, nem tudom mennyire látható onnan, megjelent a biztos munkahely,
És harmadikként, ami nagyon fontos, és gyakorlatilag az oktatásnak, a közoktatástól kezdve a felsőoktatásig szerepe lehet, hogy megfelelő érettség a szülői szerepre. Ez vissza fog még térni a következő táblázataimban, hogy a hallgatók úgy ítélik meg, ezek a fiatal, 20 éves koruk elején lévő fiatalok, hogy ők még nem alkalmasak a szülői szerepre, nem tudják, nem ismerik azokat a fogásokat, ami ehhez szükséges lenne. Érdekesség, felülről a második sor, a házasság, hogy láthatjuk, hogy azt az ellentétben az elképzelésekkel a fiatalok nem érezték annyira fontosnak. Bizonyos pontokon a férfiaknál még a saját autó is megelőzte ennek a fontosságát a válaszokban ahhoz, hogy ők gyermeket tudjanak vállalni. Mi lehet ennek a tudatos halasztásnak ugye az oka? Láthattuk, hogy halogatják. És innentől kezdve ugye eljutottunk oda, hogy minél jobb anyagi háttér megteremtése, komoly karrier kiépítése, tehát ugye a kérdésben nem arról volt szó, hogy elkezdeni a karriert, hanem már kiépített karrierről beszélt a hallgatóknak a nagy része, hogy 1255 fő válaszára épül ez a diagram, illetve tudatos készülődés a szülői szerepre, és innentől kezdve ezek ugye a legfontosabb tényezők, egy ötös skálán kellett nekik válaszolni. Az anyagi háttér, hát ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, amiben nem lehet sok mindent tenni, de megnéztük, hogy például a listára felkerült az első háromat, mondom, nem tudom, hogy olvasható, de nem annyira, a pár szülének befolyása, a baráti kör megtartása és a partner kapcsolat féltése. Tehát nagyon sokszor a fiataloktól azt a választ kaptuk, hogy gyakorlatilag ők, hogyha gyermeket vállalnak, akkor ki fognak esni abból a baráti körből, abból az életvitelből, amiben ők ezt szerették, illetve féltették azt, hogy ez a partner kapcsolatnak a rovására fog menni. Ugye kaptunk számtalan feladatot ebből is, már látszik pedagógusként, hogy miket tudunk tenni. Milyen segítséget várnak a fiatalok, ugye az eddigi félelmekről beszéltem, illetve beszéltek a fiatalok hozzánk. Mit várnának ők, mit mondanak ahhoz, hogy ezeket egy kicsit talán kompenzálni tudjuk? Ugye azt mondták, hogy hallgatói elvárások a társadalom felé, gyermekvállalás elősegítése szempontjából. Rögtön a legalján van a legfontosabb, ugye a legkiemelkedőbb, munkaerőpiacon ne kerüljön hátrányba a gyermeket nevelő, se férfiként, se nőként, főleg a férfiak, majd a nemi bontásban mindjárt látni fogjuk. A biztonságos munkaerőpiac elhagyása, tehát hogyha ő mondjuk egy gyestre, gyedre, bármire el fog menni, akkor visszakerüljön. Itt nagyon fontos, hogy a fiatalok nem tudták azt, hogy egy korai elhagyás a munkaerőpiacra sokkal jobb esélyt ad arra, mintha már ő egy magas pozícióból, mondjuk 30-as évei felett lép ki abból a karrier útból, amiben ő benne van. Támogató család és munkahelyek, illetve, ami talán nekünk nagyon fontos, itt próbálom az egérrel megmutatni, hogy legyen valamilyen felkészítés a szülői szerepre az iskolás évek alatt, illetve jobb családi szülőpéldák legyenek. Ilyen szempontból ez egy lehetőség, sőt mondhatnánk, hogy akár kicsit segélykérés is, hogy az iskoláknak a tananyagába a szülőségre, a szülői életre való felkészítés jobban jelenjen meg, hiszen ők már több válaszban is jelezték azt, hogy saját ismereteiket tartják kérdésesnek, ami miatt a gyermekvállalást halogatják, és hogy ennek milyen következménye van, ugye itt az előbb már elhangzott az előadások során. Nézzük, hogy mit mondtak a nemi bontásban, ugye a narancssárga a nő és kék a férfi szokás szerint. Láthatjuk, hogy a nőknek a félelme sokkalban megjelenik a munkaerőpiacnál is, az elhelyezkedési esélynél is, igénylik a családbarát munkahelyeket, az atipikus foglalkoztatási formákat, illetve van egy olyan kérés rögtön a negyedik pontban, hogy a gyermekvállalás nagyobb értékkel bírjon a társadalomban. Ezt is jelezték a fiatalok, méghozzá nem is kismértékben, az ötös skálán 3,7-del. Tehát gyakorlatilag nekik van egy igényük arra, hogy a szülő szerep jobban elfogadott, jobban tisztelt legyen, ha szabad így fogalmaznom. És hát itt összefoglalnám, tényleg csak nagyon röviden, ugye 90%-a biztos abban, hogy családban szeretné élni, ez egy nagyon jó hír, legalább két gyermekben gondolkodnak, egy huszaduk nagy családot is el tudnak képzelni, és így hát gyakorlatilag, hogyha ez megvalósulna, akkor egy 2,5-ös elméleti termékenységi arányszámunk lenne, de sajnos ugye ezek nem valósulnak meg, csak ezt szeretnék a fiatalok.
A több mint fele a fiataloknak 25 és 30 év közötti életkort preferálta, ezen túl egy tizede már rögtön a végzés követő évben is alapítani a családot, de ebből az 1300 fős mintából is csak 29 fő mondta azt, hogy egyáltalán gondolkodna abban, hogy az egyetemi évei alatt ő szülővé váljon. Ennek ugye oka volt az egyetemi struktúra, illetve a vizsgáztatás, amiben a felsőoktatásnak van lehetősége kicsit változtatni, lehetőséget adni a fiataloknak arra, hogy úgy érezzék, hogy nem lenne akkora teher a tanulmányaikra, illetve a közoktatásban pedig gyakorlatilag lehetne csökkenteni a halogatás esélyét, hogyha nem éreznék úgy a fiatalok a kutatás eredménye alapján, hogy ők még nincsenek felkészítve erre a nagyon komoly és nehéz szülői szerepre. Forrásunk az EMMI minisztériumban van, de talán ezt a kislányt ajánlanám mindenkinek, aki még egy kicsit gondolkodik a halogatásban, hát ha neki is lesz egy aranyos kislánya, hiszen gyakorlatilag a szülői szerep az a legfontosabb egy fiatal életében, és mi ezeket a válaszokat szerettük volna megosztani a jelenlévő tisztelt közönséggel. Köszönöm szépen! Neki, hogy Zentán kerül sor erre konferenciára, hiszen éppen most van 25 éve annak, hogy Zentán indítottuk el a nagycsaládos mozgalmat is. Akkor Gödöllőre készülöttünk egy családkonferenciára, egy családkongresszusra, és utána került sor itt Zentán a Tincsének a megalakítására. Aztán nem sokkal azt követően alakultak a többi egyesületek, Adán, Óbecsén és így tovább, és 2002-ben hoztuk létre a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségét, azzal a céllal, hogy segítsük ezeket az egyesületeket a munkájukban, összefogjuk a tevékenységüket, koordináljuk, próbáljunk olyan megmozdulásokat szervezni, amelyeket egyedül egy-egy egyesület nem tud megvalósítani. Ez azóta sikerült, és a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségével több olyan rendezvényt, hagyományos rendezvényt szervezünk most már, amelyek évente kerülnek megrendezésre, így a házasságvilágnapja megünneplése, az anyáknapi ünnepségek. Minden második évben családi életre és közösségi életre nevelő ifjúsági tábort szervezünk, gyermektáborokat szervezünk, és így tovább. Egy szóval megpróbáljuk a nagy családokat is helyzetbe hozni, hiszen az a meglátásunk, hogy sajnos ezek a családok többször kimaradnak a közösségi életből, pont az miatt, hogy el vannak foglalva a gyermekneveléssel, ahol több gyerek, ugye ott több a gond is. És hát ezeket a családokat is eljuttatjuk azokra a helyekre, ahol például az Erzsébet táborba, Balatonra viszik a gyermekeket. Együttműködünk a magyarországi, felvidéki, erdélyi és a környező országok hasonló szervezeteivel különböző találkozókat szervezünk, és hát ezekre jutnak el ezek a nagy családok. Az elmúlt években több olyan jelentős dolgot is megvalósítottunk, amit szeretnék itt kiemelni. Az egyik a nagycsaládos ház projektumunk, hiszen a tavalyi évben sikerült teljes egészében befejeznünk ennek az épületnek az építését, ahol maga a szövetség kap helyet, illetve a Péter Évei Bölcső Tiszamenti Nagycsaládos Egyesület tevékenysége is ott zajlik. És hát nagyon sok olyan rendezvény volt már eddig is a házban, illetve hát most az ideértől kezdve kezdjük teljesen benépesíteni és működtetni ezt az épületet, amely hát körülbelül 150 ezer eurós beruházás volt, és hát nagyon nagy segítséget nyújt majd a további munkánkban. A másik nagyon fontos dolog, amit itt szeretnék kiemelni, az a népesedési és családgondozási cselekvési programunk, hiszen mi már a korábbi években is kezdtünk családgondozással foglalkozni, de 2016-tól ezt a programot a Magyar Nemzeti Tanács is elfogadta, támogatja, és azóta valósítjuk meg évente azokat a rendezvényeket, megmozdulásokat, azokat az elképzeléseket, amelyek ehhez a programhoz fűződnek. Ettől az évtől kezdve pedig még szeretnénk ezt a programot kiszélesíteni, bővíteni, hiszen most már a Nemzetpolitikai Államtitkárság is támogatja a programunkat,
Ennek köszönhetően remélhetőleg a második fél évtől már az idei évben a szövetségünkben lesz egy állandó foglalkoztatott személy is, aki ezeket az aktivitásokat, pályázatokat, együttműködéseket koordinálja majd, ami hát nagy segítség lesz, hiszen eddig mindenki az egyesületektől kezdve a szövetségig önkéntes munkával, volontőr munkával végezte azt, amit végzett, amiben segített. A családgondozási programunknak van több olyan fontos eleme, ami hát nagyon lényeges. Elsősorban ugye a családgondozás, a családoknak a látogatása, illetve felkészítése a gyermekvállalásra, de az alkotói nevelésnek a propagálása. Nekünk egy nagyon fontos elhatározásunk az is, hogy ahogy Magyarországon bent van az általános iskoláktól kezdve a középiskoláig, az egyetemig a családi életre nevelés programja, ugyanúgy jó lenne, hogyha a mi iskoláinkban is a mi fiataljaink is ezzel a programmal megismerkednének, és valóban egy szisztematikus előkészítés lenne a családi életre nevelésre, a házasságra, a gyermekvállalásra. A mi programunkat úgy valósítsuk meg, hogy együttműködünk elsősorban az anyaországi szervezetekkel, a Nagycsaládosok Országos Egyesületével, több magyarországi nagycsaládos egyesülettel, de ahogy említettem, a felvidéki, erdélyi, kárpátaljai, sőt a volt Jugoszlávia területéről a szlatinai, banyalukai és a szarajevói egyesületekkel is. És hát ezt az együttműködést elsősorban a kárpát-medencei családszervezetek szövetségén keresztül valósítsuk meg, aminek mi is az egyik alapítói voltunk, illetve vagyunk még most is tagjai. Ez mellett pedig a Családtudományi Szövetségnek a magyarországi szervezeteken kívül egyedül a VANCSES tagja és vesz részt a munkájában. Ez azért fontos, mert ez a szövetség a magyar kormánynak is tanácsadói szereppel van, tehát a magyar kormánynak is segít ezeknek az intézkedéseknek a meghozatalában, ezeknek a családvédelmi programoknak a megfogalmazásában, amelyek most aktuálisak is, amelyeket most vezettek be. Ugyanígy tagjai vagyunk az Európai Családtudományi Társaságnak is, és ott is segítünk ezeknek a különböző célkitűzéseknek a megvalósításában. És mivel nagyon kevés időt kaptam, ezért prezentációt nem is készítettem, pedig rájöttem, hogy nagyon itt lenne helye azoknak a képeknek, amiket mi szoktunk bemutatni, ahol 3, 5, 8, 10 gyermekes családok vannak a képeken. Egy ilyen prezentációt korábban tartottam a családi életről, de most, mivel kevés idő van, csak annyit szeretnék még a végén megemlíteni, hogy egy nagy vállalásunk volt 2013-ban, amikor megtartottuk az első vajdasági családkongresszust, egy 3 napos rendezvényt, ahol 6 országból több mint 600 résztvevő volt jelen, és hát azóta tartsák tulajdonképpen a szövetségünket Vajdaságban az egyik legnagyobb civil szervezetnek. Most egy ilyen újabb vállalást teszünk, hiszen 2020-ban a nemzeti összetartozás évében szeretnénk megszervezni a második vajdasági családkongresszust is, ahol úgy gondoljuk, hogy összegezni kell mindazt, ami a népesedés, a demográfiai kérdések, a családok és a gyermekvállalás terén történt eddig itt Vajdaságban, Szerbiában, illetve az anyaországban, hiszen az a szándékunk, hogy az anyaországi példát azt minél hamarabb, minél szélesebben ismertessük az itteni törvényhozók előtt is, hiszen számos olyan eleme van, amelyet jó lenne, hogyha itt is bevezetnének. Köszönöm a figyelmüket. Az én témám a szubjektív egészségi állapot vizsgálata a 40 és 80 éves dél-magyarországi lakosság körében. Azért különleges számomra ez a mai konferencia, mert ugye itt születtem, én is, a Zentai gimnáziumban fejeztem be a középiskolai tanulmányaimat, és a szomszédos településen Csókán nőttem fel, ugye a mai napig is ide járok haza, bár már csak látogatóba a szüleimhez, és mindig örömmel tölt el számomra hazajönni.
Ugye az elmúlt évtizedek során a társadalom nagy változáson ment keresztül, a születések száma rohamosan csökkent, az átlag életkor pedig emelkedett. És mindez nem egy múló átmeneti folyamat, hanem állandósulni látszik. Ugye a társadalom elöregedik, az átlag életkor megemelkedik, és számos olyan mutató van, amely jól magyarázza ezt a helyzetet. Ilyen például a születéskor válható átlagos élettartam, mely az elmúlt évtizedek során Magyarországon növekedett. Látható, hogy a férfiak esetében, ez inkább az elmúlt 20 évben növekedett nagymértékben, még a nők esetében egy fokozatos növekedés volt látható. További mutatók még az öregedési index, mely a 65 év feletti lakosságnak a 0-tól 14 év közötti lakossághoz viszonyított arányát fejezi ki, szintén növekedett. 2017-ben 114 év alatti gyermekre 128,5 65 év feletti lakos jutott. Az eltartottsági ráta pedig a 65 év feletti népességnek a 15 és 64 évesekhez viszonyított arányát fejezi ki, és ez is emelkedett, 2007-ben 23,2% volt, 2017-ben pedig már 27,9%. És ugye a jelen helyzetben nagyon fontos megemlíteni azokat a középkorú embereket és párokat, házas párokat, akiknek egyszerre kell gondoskodniuk a gyerekeikről, a szüleikről, sok esetben még a nagyszülőkről is, és nem régiben alkották meg a szendvics generáció fogalmát, ez pont, hogy rájuk vonatkozik, és azért is nagy teher ez számukra, mert amellett, hogy a munkahelyen is helyt kell állni, nagyobb, az átlagosnál több teher szorul rájuk az otthoni család ellátásában. Ugye minden miatt is az életminőség és az egészségi állapot a középpontba kell, hogy kerüljön, és ugye az Egészségügyi Világszervezet nagyjából 1948-ban definiálta az egészséget, úgy pedig, hogy az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapota, nem pusztán betegség vagy fogyatékosságnak a hiánya. Ez valóban helytálló, azonban kiegészült az elmúlt évtizedek során, például az egyénnek a családban, közösségben, munkájában való szerepének értékes betöltésével, a stresszel való adekvát megküzdéssel, illetve a betegség és az idő előtti halálozások kockázatának a csökkentésével. Ugye az életminőséget számos tényező határozza meg, az anyagi javak, a fizikai aktivitás foka, a környezeti feltételek, de talán legfontosabb mégis az egészségi állapot. És akkor most pár szóban elmondanám egy nem régiben lezárult kutatásunknak az eredményét, melyet Bártkai professzor vezetésével végeztünk. A kutatásunk az Országos Tudományi Kutatások Alapprogramok rendszeréhez tartozik, és a Szegedi Szülészeti Klinikán valósult meg. Összesen 731, 40 és 80 év közötti férfi és nő vett részt a kutatásban, 326 férfi és 404 nő, és a vizsgálatok alatt az egészségi állapotukat egy 1-től 5-ig terjedő skálán jelölhették. Az 1 az a legrosszabb, és az 5-ös a legjobbat jelenti. Ugye ezt ők saját maguk jelölték be, és többnyire közepesnek ítélték meg, a férfiak 2,8-nak, a nők pedig 2,4-nek, és hogyha megnézzük százalékosan, akkor a férfiak esetében a résztvevők picivel több, mint fele közepesnek ítélte meg az egészségi állapotát, ez a nőknél is így van, ám ők nagyobb százalékban ítélték meg rossznak az állapotukat, mint a férfiak. Hogyha megnézzük ezt életkorcsoportok szerinti lebontásra, akkor jól látható, hogy az életkor előre haladtával csökken a szubjektíven megítélt egészségi állapot. A nőknél a 40-49 és a 60 év fölöttieknél van egy meredekebb csökkenés, még a férfiaknál pont, hogy ez a két életkor közé esik a meredekebb csökkenés. És akkor végezetül ugye ismételten csak felhívnám a figyelmet rá, hogy az egészségre nagyon fontos odafigyelnünk, ugye mint a fizikai, mint a mentális állapotra, ugyanis ez a kettő kölcsönhatásban van egymással, sőt nagyon könnyen egy ördögi kör alakulhat ki, mert például hiába van valaki nagyon jó fizikai állapotban, ha magányos, elhagyatott, a családja távol él tőle, ezért elhanyagolja saját magát, esetenként kialakulhat egy depresszió, ami viszont már akar egy nagyon súlyos kardiovaszkuláris rizikó, és így már a fizikai állapota is leromlik.
És mindezek figyelembe vételével fontos elmondani, hogy az idős ember a társadalom és a családjának a hasznos tagja kell, hogy maradjon. És köszönöm szépen a figyelmet!